Mi a véleményük arról, hogy ezen az ünnepen Tóth Gabi koncertezik, az méltó az ünnephez, mert nagyon sok furcsa dolgot hallani róla mostában. Igen, ezen mi is gondolkodtunk, de igazából nem szabad ítélkezni, illetve hát az vesere az első követ, ugye? Úgyhogy én nem mondanék erről semmit igazából. Az emberek nagyon megosztóak. Valaki jót ír, valaki rosszat ír. Ez ugyanúgy van a filmekről, a kritika, bármiről, ha megnézi az ember. Olyan ellentétes kritikákat írnak, hogy egyszerűen ember nem tudja, mi az igazság valójában. Ezt csak ők ketten tudják. Abszolút nem érdekel, hogy mi történik vele. Nem szeretem a hangját, vagy a zenét, és ennyi. Mi a zenét szeretjük, nem foglalkozunk a politikai hátterével, a magánéletével. Szerintem nem szabad összekeverni a zenei tehetséget a magánéletem. Én annyira nem szeretem a Tóth Gabit, de tudom, hogy nagyon sok nemzeti ünnep alkalmával ő azért ő föllép. Tehát nekem, ami bennem megfogott, az inkább a hangszíne. Ébred az ember, ébred a táj, mint égi dobogszúg a hangos nyújtogás. Nem tartom korrektnőnek. És miért nem tartja korrektnőnek? Hát mert szerintem most ugyanúgy járt, mint a Várkonyi Bocskor. Most ha durván akarok lenni, neki is egy gyereke lett a Krausztól, és innentől kezdve ennyi. Ez az igazság, hogy én alapból nem kedvelem őt. Ezzel mindent elmondtam. Szerintem értékelhető a Tóth Gabinak a személyes élete is bizonyos szempontból. Ez gondolom, hogy megosztó, főleg itt az utóbbi történtek függvényében, de megint más az, hogy mondjuk jó előadó el, szóval szerintem ez külön érdemes, vagy akár lehet választani. Mindenki eldönti azt, hogy neki éppen melyik a szimpatikusabb. Ha énekes, énekeljen. Én felháborítónak tartom, hogy azért már valaki énekesnő és sokat szerepel, és nagyon minden a magánéletéből is közszájon forog. Olyan durva és olyan arrogáns szövegek jelennek meg, hogy én kezdem meg sajnálni. A végén még ezért fogja megkedvelni? Lehet, igen.